Nem azt mondom, hogy nem félek, mert én lakásom árába ülök körülbelül. A szerelem dalára elindult Emanuel! Sziasztok, én Bence vagyok, és ebben a videóban velem tart Matuz Ádám. És egy nem mindennapi videóval jelentkezünk nektek, ugyanis ki fogunk próbálni Ádámnak a nem mindennapi szerkezetét. Ferike, nem ülünk bele, bocsánat! Azért kicsi bocsánat! Ugyanis ugye nekem most lett meg a jogsim egy combos 3 hete, úgyhogy teljesen indokolt, hogy ilyen jellegű autókat vezessek. Ez egy 2019-es E53 AMG, sorhat, turbo, 451 lóerő, nagyon fázok, 4,4 másodperccel a gyorsul 0-100, de amúgy inkább 4,1, mert amúgy rajtprogram nélkül mentünk vele 4,39-et. Jézus! Úgyhogy... Ennyi. Ennyi. Fekete. Úgy lesz felépítve a videó, figyeljé, hogy most Ádi elvisz egy próbakörre, hogy megnézzük, hogy mivel játszunk, és utána meg én is ki fogom próbálni. Úgyhogy szerintem ne húzzuk tovább az időt, mert -3,5 fok van. Nézzük meg, miért. Nyári gumi van rajta. A biztonság kedvéért. Na, egy dolog, ameddig el nem indulunk, az az, hogy ugye mi is vásároltunk autót, nem ilyet. És ha szeretnétek arról is majd videót, akkor... Ja. Szépen beszélj már! Akkor lájkot nyomjál, jó? Köszi. Köszi szépen, köszi. Te is nyomsz, aranyos vagy nagyon. Na gyerekek. Most mit kell csinálni? Hát, nyomassál meg. Jézus! Jézus Isten! Ez mi volt? Micsoda? Micsoda? Azt a... Jézus Isten! Azt a kutya fáját! Na most, hogy itt hogy fordulok vissza? Ezek a magyar utak. Állj, visszarakjuk sportba. Ja, mert ez nem is az volt? Hát most komfortba raktam. Ja. Komfort. 100-tól indul meg még úgy igazán. Why are we still here? Ja, hogy 100-tól indul még meg? Kezd kibú? Csókolom! Hát nem örülök neki, hogy ez a pillanat eljött. Na, bátya. Bátya jelentkezik Budapestről. Az már most nagyon komoly, hogy fogja a derekamat úgy, hogy az ami elképesztő. Na igen, mondjál mindent, hogy legyen. A sztori az, automatát vezettél már? Egyszer, de nem ilyen kaliberűt. Amúgy halál egyszerű az egész, ez a váltó, ezzel rakott P-be, amúgy ha ezt megnyomod, amúgy meg lefele D, felfele tolatsz. Nekünk most D kell. Most nekünk D kell. Ilyenkor most állok a féken majd. Állsz a féken, aha. Nem azt mondom, hogy nem félek, mert én lakásom árába ülök körülbelül. Nem azt mondom, hogy én nem félek. Húzd le, így, most vagyunk D-ben. Oké. Nem, semmi, csak nyom egy nagyon pici gázt. Nagyon pici gázt. Jézusom. Húha. Az a nehéz, hogy mindig nagyon nagy ívbe kell kanyarodni vele, mert nagyon hosszú. És nem jó, hogyha felszántod a patkát. Megvárjuk a Skodát. Fék ez. Tudod, hol a fék? Azt még igen. Jó, mennyi csak. Várj, azt még egy önzőből a sarán. Gyere, bátyja. Jó, mennyi, fordulj balra. Szóperes már izé. Oké. Csak rá hozzáért a lábam. Soha nem volt az eco funkció bekapcsolva ezen az autón. Az a durva, hogy mennyire könnyű vezetni? Most én most bekapcsoltam minden izé segítette. Azt jó tetted. Egy az nem tudod összetörni, mert mindenért befékez, mindenért szól, meg tényleg mindenre figyel. És egyszerűen mindenbe beleugat és... Balra megyek? Aha, mennyi balra. Annyira azt érzed, hogy igazából te csak felügyeled aha, hát a ő csinálja helyetted mindent. És... Hát amikor vezeti magát, tudod, a sávtartó... Azt meg... mutattad, a Sharon az mit csinál? Jézusom, már csak itt jövünk fel egy dombon, 6-tal, és már olyan hangja van. Hát meg most ez meg olyan, hogy ugye, amikor be van csukva a szelep a kipufogóba, a sportba kinyílik. Akkor azért volt előbb olyan mérges. Aha. Jézus! Nyugodtan nyom rá egy kicsit. Hát
tesó. Nem azt mondom, hogy rettegek. 3-as BMW volt előtte, és azért hatalmas. Szóval tényleg annyira érzed azt, hogy egy nem buszba kicsi. Ülsz kb, nem? Mennyire izgulsz? Most már én nem biztos. De az amúgy nagyon morci, hogy ott látom a motorháztatón az a kis puklit, hogy azért igen, mutatja, hogy nem egy... Nézőknek mondanám, hogy... Nem egy ezeres Yarisba ülünk. Shut the fuck! Innen lehet megkülönböztetni legfőképpen a 43-t és a 63-tól, hogy az 53-nak van ilyenje. Még azért technikai info, mert én nem beszéltem sokat a technikai részben, mert úgyse itt ez a lényeg, de ez a Mercedesnek a legmodernebb motorja most, ez van most a legújabb S500-ban is, és ugye a 43-ban V6 volt, ugye a 63-ban V80, és ebben amúgy sor 60. És akkor itt látszik is, hogy az elektromos motor, hogy mikor tölt. De ez mit jelent amúgy, hogy segít? Tehát például gyorsulásnál az elektromos motor is? Igen, szóval ez egy ilyen hibrid téma, viszont nem arra van benne az elektromos motor, hogy kisebb legyen a fogyasztás, mert amúgy amikor csak gurulsz vele meg ilyenek, akkor nem használja. Amíg nem tölt be a turbó, addig tölt az elektromos motor, és ilyen folyamatos áll. Hát érezted, mindig megy. Ekóba is ilyen feszes, amúgy tök érdekes. A BMW az Ekóba az olyan, mint hogyha egy pumpóba ülnél. A végén még izé kölcsön fogom adni egy hetekre, mi? Nem azt mondom, hogy szomorú lenni. Na? Hohoho! Köszönöm a lehetőséget, mert alapból nem sok lett volna rá. Thank you very much, buonasera, italiano. Nagyon szívesen. Vélemény? Wow. Konklúzió? Nagyon komoly. Elmondhatod. Jó, most nyilván ez egy olyan szempontból egy irreleváns teszt, mert 40-nel mentem, de az érződik, hogy minden nagyon durván a helyén van, és olyan prémium bárhova nyúlsz, hogy kegyetlen. Meg tényleg, ami nekem meglepő, hogy beszéltük, hogy nem, csúnyán mondva, nem egy ördöngőség vezetni, de tényleg olyan, hogy nagyon hogy így, ja, tényleg, hogy most nem éreztem nehezebbnek, mintha egy izét vezettem volna. Szimulátort. Ja, tényleg, de nagyon jó. Hát egy nagyon komoly gép, számítógép, de nagyon szép. Egy búcsú. Kapaszkodok, mehetünk. Jéz! Az a hang, tesó! Azt érzem, hogy átült a lelkem a hátsó ülésre. Most már komfortba vágjuk magunkat. Utcán csak komfort. Nagyon komoly, tesó. És így a videó vége felé meg szeretnénk köszönni a figyelmet mind a ketten. Reméljük, hogy tetszett ez a videó nektek. Én azt hittem, hogy lámpa van itt, én meg állok, mint a piros lenne, csak is toptábla. Ez egy jó lelkű gyerek. És tényleg köszönöm szépen a Ádinak, hogy megengedte, hogy vezessem a paripát. És te voltál az egyetlen ember addig, aki vezette. Úgyhogy pont egy olyan ember, akinek 3 hete van jogsia. Ez az. Anyámnak 20 éve van jogsia, azt itt be nem ülsz. Tényleg köszönöm, és miért köszönjük szépen, hogy megnéztétek, és ja, peace, cső, love, cső. Nyálkásabb időbe kell forgatni, és most mostam le az autót 3 perc, és amúgy szép, nagyon. Így néz ki. Szép így is. Annyira nem, mint a karácsonyi zoknim.